Sülnek a kolbászok ebben a piacsoron található üzlethelyiségben. Mikor kint 36-38 fokot mutat a hőmérő, itt bent már csak egy kis szellőztetés segíthet. De a kígyózó sorok miatt természetesen ilyenkor sincs megállás. 45-50 biztos van, főleg ha minden lángunk ég, úgyhogy, de kibírjuk. Ezt erősítették meg egy másik bajai hamburgerezőben is. Itt is igyekeznek már a reggeli órákban kiszellőztetni, és a sütőket is minél korábban begyújtani. Az itt dolgozók örülnek, hogy ilyenkor fagylaltból fogy a legtöbb, amelynek elkészítése kevesebb hőtermeléssel jár. Az ablakokat szoktuk kinyitni, a ventilátoraink vannak, meg a húst igazából reggel szoktuk lesütni. És hogyan bírjátok? Hány fok lehet itt bent? Hát egy ilyen 30 fok körül van szerintem itt bent. Leventilátorral el lehet viselni. Vannak szakmák, ahol ilyenkor még jobban kivannak téve a munkavállalók az időjárás viszontagságainak, kezdte Galánta Jenő. A munkavédelmi mérnök elmondta, a mezőgazdaságban, a gép- és építőiparban dolgozók szervezetét a tartós hőség még jobban megviselheti, így nekik is, mint egyébként minden dolgozónak biztosítani kell korlátlan mennyiségű ivóvizet, valamint munkaóránként 5-10 perces pihenőidőt, amellyel egy időben természetesen nem hosszabbodik meg a munkavégzési kötelezettségük. Ezen kívül lehetőséget kell biztosítani arra, hogy olyan helyen pihenjenek, ahol valamilyen árnyék vagy árnyékos hely van. Ha ilyen nem lehetséges, akkor meg kell teremteni ennek a feltételeit egy ponyva kifeszítésével. Attól még nem lesz ott a ponyva alatt hűvösebb, de mindenféleképpen jobb lesz a helyzet, mint a tűző napon. Lehetőség szerint könnyű, lenge munkaruhát is biztosítani kell a dolgozóknak. Azokban a napokban pedig, amíg a hőségriadó tart, mindenkinek fokozottan figyelnie kell a megfelelő folyadék és sóbevitelre, valamint türelmesebbnek, körültekintőbbnek kell lenni, amikor például volán mögé ülünk, tette hozzá a munkavédelmi szakember.